Kákosi Csaba volt gazdasági miniszter a vendégem, jó napot kívánok! Jó estét! Most a bejelentés után két havi csúcson van a forint. Ez fantasztikus. Én azt gondolom, hogy ez egy jó hír, tehát ez szerintem semmi probléma nincs. Mi lehet ennek az oka? Az ok az sokrétű, én nem gondolom, hogy azért van csúcson a forint csak, mert ma volt egy bejelentés a miniszter részéről. Nagyon sok összetevője van ennek, részben van egy pozitív hangulat a pénzpiacokon, és ez húzza a forintot is felfelé. Részben pedig? Részben pedig én azt gondolom, hogy az elmúlt néhány hétben talán rosszabbat várt a piac Magyarországtól, részben Matolcsy Györgytől a jegybank élén, részben pedig azt gondolom, hogy Varga Mihály szóhasználatai, az ő megfogalmazásai sokkal megnyugtatóbbak a piac számára, mint az elődjei voltak, és ezt a piac is díjazza. Akkor ennek a konvergencia programnak most örülhetünk? Én nem ezt mondanám, hogy a programnak örülhetünk. Biztos voltam benne, hogy nem ezt mondaná. Én annyit azért előre bocsátanék, mert mindig azzal vádolnak minket ellenzéki oldalon, hogy mi csak a rosszat és a negatívat szeretjük elmondani, hogy én ma belenéztem Varga Mihálynak a sajtótájékoztatójába, végre azt láttam, hogy 3 év után van egy pénzügyminisztere Magyarországnak, tehát én tartalmak sok mindennel nem értek egyet, amit Varga Mihály ott elmondott, nem is így látom a helyzetet, ahogy ő látja, de az, hogy végre nem mindenféle tündérmeséről, meg mindenféle csodáról, magyar csodáról hallunk, hanem egy sokkal józanabb, bizonyos értelemben talán szürkébb, de gazdaságpolitikai szempontból sokkal értékelhetőbb mondatokat hallunk, az szerintem fontos. És ami nagyon érdekes szerintem, hogy úgy tűnik, hogy Varga Mihály nagyon látványosan kerüli azt a szót, hogy unortodox, tehát mintha kiirtotta volna a szótárából is, és én azt gondolom, hogy ennél erősebb kritikája annak, ami az előző 3 évben volt abban a minisztériumban, az szerintem ennél nincsen. Hát ami feltétlenül unortodox lenne, az, hogyha tényleg kikerülünk a túlzott deficit eljárás után, amelyben ugye benne vagyunk gyakorlatilag azóta, hogy beléptünk az Európai Unióba. Nem fog irítkedni a magyar kormányra, ha ez megtörténik? Én örülni fogok ennek, tehát én azt gondolom, hogy ellenzéki oldalon se kívánhatja senki azt, hogy Magyarország minél tovább maradjon az eljárás hatája alatt. Ez egy szégyenpad az Európai Unióban, Magyarország ezen a szégyenpadon üldögél, amióta lényegében belépett ebbe a közösségbe. És sok kritika érte korábban az MSZP-SZDSZ kormányt ugyanezért. Így van, sok kritika érte, sok jogos kritika is érte e tekintetben, de én azt gondolom, hogy nekünk, akik a gazdaság környékén dolgozunk, nekünk érdekünk az, hogy Magyarország innen kikerüljön, de azért nagy kérdés egyébként, hogy jelenleg van-e tényleg olyan állapotban a magyar gazdaság, hogy kikerülhet-e, és ugye amit az Unió is leginkább kérdez, hogy mindaz, amit a kormány tesz ma, az hosszú távon fenntartható-e, vagy csak egy olyan rövid akcióról van szó, aminek révén olyan számokat tud produkálni a magyar költségvetés, amivel elégedettek lehetünk, de hosszabb távon nagyon súlyos kérdések vannak azzal kapcsolatban, hogy ezt tudjuk-e folytatni így. Mi az, amit önök ellenzékből hosszabb távon támogatni tudnak? Hát hosszabb távon mindenképpen támogatni tudjuk azt, hogy legyen egy fegyelmezett költségvetési politika. Magyarország ugye, amikor csatlakozott az Unióhoz, azt is mondta, hogy majd beszeretnénk vezetni Magyarországon egy adott időpontban az eurót, és az euró bevezetésének előfeltétele például az, hogy 3% alatti költségvetési hiány legyen Magyarországon. Tehát ez egy másik, ami irigylésre méltó talán korábbi aktív politikus, kormánypolitikus számára, hogy 2% alatt voltunk. Ez sem sikerült soha elérni. Igen, ez egy nagyon jó dolog, azért is mondom, hogy én ennek örülök. Itt is igazából az a kérdés, hogy milyen áron érjük el ezt a 2% körüli gazdasági költségvetési hiányt. A probléma az, hogy ma Magyarországon az történik, hogy közben a kormány gazdaságpolitikája megfojtja a növekedést. Ugye azért ne felejtsük el, hogy tavaly 1,7%-kal csökkent a gazdaság, zsugorodott szépen. Emellett elmondhatjuk azt is, hogy tavaly a magyar választópolgárok átlagkeresete 3,5%-kal csökkent. Így aztán nem lehetünk nagyon elégedettek azokkal a folyamatokkal, amik ma Magyarországon zajlanak. A rezsicsökkentés viszont jót tett az inflációnak, jót tehet az emberek zsebének, mondja a kormány. Így van, az inflációnak garantáltan jót tesz. Biztos, hogy a magyar választópolgárok is örülnek bármilyen könnyítésnek, ami az ő fizetési kötelezettségeiket illeti. De én azért azt gondolnám, hogy alapvetően a gazdaságpolitikának az kellene legyen a cél, hogy minél több jövedelmet adjon az embereknek, minél nagyobb legyen a növekedés, minél nagyobbak legyenek a bérek, és aztán majd az emberek el tudják egyébként dönteni, hogy pontosan hogyan akarják beosztani mindazt a pénzt, ami a pénztárcájukban van. Ön szerint melyik a legkockázatosabb költségvetési tétel, amely lehet, hogy nem folyik be, vagy nem akkor, amikor a kormány tervezi, ettől tart ugye az Európai Unió és az IMF is, ugye az EU-d bevezetése, vagy a tranzakciós illeték? Igen.
Hát ugye tekintetben ma már Varga Mihály is beismerő volt, hiszen azt mondta, hogy a tranzakciós illeték 80 milliárd forintja, az valószínűleg nem fog befolyni. Ugye ugye az mezőgazdaságban is egy fordított áfatétel, ami 10 milliárd forint, ami szintén azt mondta. Hát ugye mai bejelentéseknek volt egy olyan fontos eleme, hogy azt mondta Varga Mihály, hogy ugye az a 400 milliárd forintnyi tartalék, amit képzett a kormány erre az évre, annak a felét úgy tekintik, hogy azt elköltötték ezeknek a lyukaknak a befoltozására. Elég az? 200 milliárd? Hát jelen pillanatban elég, de ugye csak 3,5 hónap telt el az évből, tehát én azt gondolom, hogy ilyen szempontból azért nem egy túl megnyugtató, hogy alig vagyunk túl az első negyedéven, és már a tartalék felét azt már tudjuk, hogy fel fogjuk használni. És amit ön is említett, én azt gondolom, hogy az EU-díj kérdése, és ugyanígy az egész ez a pénztárgépeknek az adóhatósághoz való bekötése, ez mind-mind olyan tétel, ami szerintem erős csúszásban van, és nekem nagy kétségem van, hogy mennyi bevételt tud termelni a költségvetésnek. Nagyjából mennyi volt egyébként erre a háromra a tervezet? Csak erre a háromra, az EU-díjra, a tranzakcióra és a pénztárgépek bekötésére? Hát ugye 168-240 milliárd forint. Az már több, mint 200 milliárd. Az már több, így van. 2005-ben nem fogadta el a Magyar Konvergencia Programot az Európai Unió. Megtörténhet ez megint? Én azt gondolom, hogy nem az a kérdés lesz igazából a középpontban, hogy elfogadják-e. Az a kérdés, hogy... Tehát elfogadják, ön szerint. Tehát a programot úgy önmagában elfogadják, a kérdés az, hogy elegendőnek tartják ezt a programot arra, hogy a túlzó deficit eljárás alól mentesítsék az országot. És ebben ugye a nagy kérdés az, hogy idén februárban, amikor az Unió utoljára ebben a kérdésben nyilatkozott, akkor két dolgot mondott. Egyrészt, hogy többnek látja a hiányt erre az évre és jövő évre is, mint a 3%-os határ. Igen. Tehát ebben vár válaszokat a Magyarországtól, hogy ezt hogyan kívánja megoldani. A másik pedig azt mondta az Unió, hogy jók az intézkedések abban a tekintetben, hogy viszik lefelé a hiányt, de nem jók a struktúrájukat illetően. Tehát ő olyan strukturális változásokat vár, olyanokat kér bemutatni ebben az anyagban, amit most Varga Mihály elküldött Brüsszelbe, amelyek azt jelzik, hogy ez a hiánycsökkentés fenntartható hosszú távon is. Utólag módosítható ez az anyag? A szociálista kormány azt hiszem, hogy módosította. Van rá még lehetőség, ugye most egy körülbelül 2,5 hónapos folyamat indul el, aminek az első lépése volt az, hogy a program beadásra került. A bizottság elő fog jönni egy előrejelzéssel, hogy ő hogy látja Magyarország helyzetét, és utána kezdődnek az uniós egyeztetések. Ennek során a magyar kormány még tehet további lépéseket, akár további megszorításokat is bejelenthet. Számítson erre? Én kétlem azt, hogy az Európai Unió nagyon elégedett lesz ezzel a konvergencia programmal. Tehát amikor Varga Mihály azt mondta, hogy szerint ez egy bestseller lesz Brüsszelben, hát én azt azért egy barokkos túlzásnak érzem. Tehát én nem gondolom, hogy akkora nagy sikert fog aratni ez a program. Én azt gondolom, lesznek kérdések még, és valószínűleg lesznek kételyek a tekintetben, hogy ez a program tényleg mennyire feláll meg Magyarország hosszú távú érdekeinek. Ez nem sokára kiderül. Nagyon szépen köszönöm, hogy kicsit jobban érthetjük most, hogy mi történt ma. Én is köszönöm a meghívást.